Virágültetés a város főterén. Megszokott kép ez ilyenkor a nyár kezdetén, sőt több alkalommal is az év során, hiszen a Városüzemeltető Kft. Munkatársai évente több alkalommal virágosítják a közterületeket. Az önkormányzat milliós összegeket költ arra egy évben, hogy a város barátságos képet mutasson az ide látogató turisták és a városlakók előtt. A mostani virágültetést azonban még inkább ösztönözte a nagyszabású program sorozata Ladányi nyár, melyre több tízezer vendéget vár Püspökladány június 30-ától egészen augusztus végéig. A virágosításra minden évben nagy hangsúlyt fordít a Városüzemeltető Kft.-nk. Ő végzi el a virágosítást itt Püspökladányban. Ebben az évben szintén ők vállalták magukra, hogy elvégzik ezt a feladatot, és évente kétszer-háromszor tudnak virágosítani itt a városban. Természetesen, amikor valami történik a növényekkel, akkor mindig pótolják, tehát szépítik, rendezik a környezetünket. Igazgatóval még évelején leültünk és beszélgettünk arról a rendezvénysorozatról, ami néhány héten belül fog már indulni, és arra kértem igazgató urat, hogy egy újfajta struktúrával szeretném, hogyha elkészítenék ezt a struktúrát, hogy hogyan nézzen ki itt a városnak a főtere, hiszen itt egy olyan rendezvénysorozattal készül a város, nagyon sok látogatót várunk, nagyon sok külföldit várunk, Budapestről, tehát az ország számos településéről várunk ide vendégeket, hogy olyan élményben legyen részük, hogy ide szeressenek visszajönni, és 2013-ban már célként jelöljék meg Püspökladányt a látogatás helyszínéül. Ehhez az is fontos, hogy egy olyan környezet fogadja őket, ami a szemet is gyönyörködteti. Erre van szükség, hogy még jobban felvirágosítjuk itt a város főterét, és különböző újfajta dolgokkal állt elő igazgató úr. Polgármester asszony elmondta, nagyon fontos, hogy a város képe szép és barátságos legyen, és arra kéri a város lakókat is, hogy vigyázzanak a kiültetett virágokra. Én nagyon szeretném azt, ha az egész város, tehát a közterületek is szépek lennének. Természetesen ehhez forrásra van szükség, hiszen azért ezek a növények, ezek a virágok, ezek elég sokba kerülnek a város számára. Most jelen pillanatban az a forrás, ami a rendelkezésünkre áll, megpróbáljuk itt a főteret olyan szépé, varázslatossá tenni, hogy tényleg élmény legyen ide bejönni a főtérre, hiszen ez egy olyan hely lesz a nyár folyamán, ahol mindenki eltöltheti esténként a szabad idejét. Amiket itt elhelyezünk a főtéren, virágokat, arra vigyázzunk, ne rongáljuk meg őket. Tehát én azt gondolom, hogy a locsolást, az ápolást, azt a Városüzemeltető Kft. Azt meg fogja oldani. Úgy tudunk rá vigyázni, hogy figyelünk ezekre a növényekre, és nem rongáljuk meg őket. A virágok kiültetése előtt el kellett végezni a talajelőkészítési munkálatokat. Ilyenkor a dolgozók kiszedik az ősszel elültetett palántákat, majd kigyomlálják és felkapálják azokat a területeket, ahová a virágok kerülnek, mondta Varga Lajos igazgató. Ki kell gyomlálni, elő kell készíteni a virágágyakat, megfelelő talajlazítás művelés kell elvégezni. Szakembereink, illetve kollégák ezeket a munkákat elvégzik. Természetesen a nők azok a gyomlálást, a férfiak pedig a gépi munkát szokták elvégezni. Megvan az előkészítés, és utána ugye folyamatosan a évről évre visszatérő asszonyok, akik ugye ebbe már nagyon jártasak, művezetői irányítás alatt a palántákat szépen elültetik, egy megtervezett kompozíció alapján mindig arra törekszünk, hogy évről évre tudjunk újakat bemutatni, ami a lakosságnak és az ide látogatóknak is szemelgyönyörködhető. Elkezdtük ugye már ez áprilisban, most heteken belül be fog fejeződni, tehát tulajdonképpen nem sok híja van, itt lehetett tapasztalni itt az elmúlt heti időjárásokat, hogy időjárást az, hogy megnehezített a munkát, hiszen lágy talajba, felázott talajba nem lehet palántázni normálisan, úgyhogy ezt meg kell várni, egy kicsit az időjárás megint beálljon, napokon belül megszűnik, úgy tudom, ez a változékony időjárás, és utána még ami maradék van, azt szépen elültetik a kollégák.
Idén közel 7500 tő egynyári virág elültetéséről gondoskodnak a Városüzemeltető Kft. Munkatársai Püspökladány különböző pontjain. Éves szinten mindig milliós nagyságrendű, tehát ugye most is 7500 palántáról beszélünk. A 7500 palántába vinka, begónia, futómuskátli, büdöske, szalvia, mézvirág és ilyen speciális kis csalánvirág kerül beszerzése. Még ezen felül, ez 7 fajta virág, még ezen felül egy új fajta, a Big Begónia, ami nagyon látványos palánta, és ugye úgy szép a virágát, hogyha színesebb és szép virágok vannak elültetve. Van egy kategorizált parki terület, amiket már évek óta ugye virágágyak tarkítanak, illetve a 42-es mentén, már ugye a temető is hozzánk került, a temetőbe is vannak virágágyak, vannak speciális betonvirágtartók, ezekbe is természetesen ilyenkor megújul a virágpalánta. A kiültetett virágokon kívül idén több újdonságot is felfedezhetnek a lakosok, illetve a városba látogatók Püspökladányban. A villanyoszlopokra futómuskátlik kerülnek, a főtérre pedig virágoszlopok. Elmúlt években nem volt precedens arra, hogy muskátlit ültetünk a villanyoszlopokra, ebbe az évben itt a főtéren próbálkozunk megint egy pár cserép futómuskátlival, illetve ami újításba gondolkodtunk még, illetve főleg itt a üdülőturizmusra nagy hangsúlyt fektető városokban már meg lehet figyelni azokat a virágoszlopokat, amik igazán látványos színfoltjai a parki övezetnek. Úgyhogy ebbe is már látványosan megjelentünk. 4 virágoszlopot szerettünk volna ide kihelyezni a központi területre, pont azért, hogy szem előtt legyen, és ugye itt elég nagy a mozgás, bíztunk volna abba, hogy ezek érintetlenek maradnak idegen kéz által. A további 3-4 darab virágoszlopnak a helyét még nem találtuk ki, azok is valami kiemelt területre kerülnek kihelyezésre. Az ültetést végző dolgozók elmondták, hol tartanak a munkával, és azt is, hogy a lakosság mit tehet annak érdekében, hogy sokáig megőrizzék a virágok a főtér szép arcát. Én június 1-én kezdtem dolgozni, és akkor már kezdtük ültetni a virágokat. Felszedték a régit, gondolom a földet megművelték minden, és utána mi hoztuk ki a készvirágot, és úgy ültettük el. Járunk ki gerebézni, a fiúk járnak ki locsolni a virágot, persze hát kezelik. A lakosság az, hogy ne szemeteljenek annyit, persze, vannak itt szemetes kukák, oda dobják a szemetet, és az, hogy nem kell hozzányúlni a virághoz, hát szépek, hát hadd legyen. Az, hogy kilopjanak egy-kettőt, az nem éri meg az egész, hogy felszedik, elviszik, hát csúnya utána. S valóban óvni és vigyázni kell ezeket a növényeket, hiszen költséges feladat a város számára minden évben, hogy esztétikai élményt nyújtson a főtér és környéke a lakosság és a turisták számára, így aki megrongálja vagy eltulajdonítja a virágokat, az rendőrségi eljárásra számíthat, hiszen a térfigyelő kamerák alapján könnyen be lehet azonosítani a rongálót. Sajnos, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is ugye a lopás az tapasztalható. Természetesen nekünk ezeket pótolni kell, de én arra kérem a lakosságot, hogy aki ilyet tapasztal, ilyet lát, az mindenféleképpen jelentse be vagy nekünk, vagy a rendőrségnek, hogy intézkedni tudjunk, hiszen ez vagyon elleni bűncselekmény. A szemetesedés az nem tapasztalható, tehát én úgy gondolom, hogy azért a lakosság környezettudatossága az látszik. Megvannak azok a mobil hulladékgyűjtő edényzetek a parkokban, ahova eldobhatják a szemetüket, cigarettacsiket. Így gondolom, ha ami legfontosabb, hogy ennek lenne jog átadszabni rövid időn belül a vagyona elleni bűncselekménynek. No de nézzük, mit szól a lakosság ahhoz, hogy ebben az évben minden korábbinál szebb és virágosabb lesz lehet a város. Nagyon szép és olyan jó felviszíten, mivel itt olyan sokan megyünk, jó találták, hogy ezt megcsinálták. Biztosan nagyon szép lesz, mert hát még most kezdődik a nyár. Jó, jó, tényleg, meg kell is, hogy szép legyen. Hát, hogy nem szabad lecibálni,
sőt, inkább többet kell ültetni, hogy még szebb legyen. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép tiszta községünk van, tudja, mint és aztán mindig szépül, épül. Ez is, az is nagyon szép, minden nagyon szép, minden. Vannak, akik más gondolkozással vannak, ugye, és akkor azok nem becsülik, felrángassák, elviszik és eladják. Ezektől óvjon meg az Isten bennünket. A városüzemeltető Kft. Dolgozói tehát idén is azon fáradoznak, hogy szebbé tegyék a köztereket. A napokban elültetett virágokat pedig öntözik és tápoltatozzák majd a nyár során, hogy szép látványban legyen részünk nekünk itt élőknek, és azoknak is, akik a nyári fesztiválra ide látogatnak, vagy a strandfürdőbe jönnek kikapcsolódni.